szeretném megköszönni a kedves gyerekeknek, hogy ilyen csodaszépen írtak. Nagyon sok külön díjat osztottunk ki. A Pedagógiai Intézet fennállása óta minden évben meghirdeti a legszebb füzet pályázatot. A téma változatos, idén anyanyelvi füzetek közül választották ki a legszebbeket. A kisebbektől írás, a nagyobbaktól fogalmazás, illetve olvasás munkákat vártak a szervezők. Ha a tanítónéni tudja kellőképpen őket motiválni, akkor szeretnek írni, illetve nagy nehézségek árán sikerül őket rávenni, mert ma azért egyre kevesebbet írnak a gyerekek és rajzolnak. De én úgy gondolom, hogy akik ide eljutottak, és a legszebb füzetpályázaton részt vettek, azok a gyerekek szeretnek írni, és szépen is írnak. Az átadón minden korosztályban díjazták az indulókat. A gyerekeket a tanítónéni okítja az írásra, és ő is szereteti meg velük, mondta el egy kerületi pedagógus. Az én osztályomban például másodszor rendeztünk szépírásversenyt, és a tantestület szavazott, illetve a testvérosztályból a diákok, és meg kell, hogy mondjam, minden gyerek örömmel vett részt ezen. Most, amikor az anyáknapi meghívót írtuk, mondtam, hogy ez lesz a harmadik szépírásverseny, úgyhogy meg lehet nézni, hogy milyen gyönyörűen írtak ezekbe a meghívókba. A gyerekek emlékkönyvet, oklevelet és külön díjakat is kaptak a verseny végén. Volt olyan diák, aki már többször nyert a legszebb füzet vetélkedőn. Kaptam egy könyvet és egy oklevelet, szépen írtam, és már harmadszor lettem első és negyedik évfolyamban. A kisebbektől olyan sok szép pályamunka érkezett, hogy a döntésnél már a tartalmat is figyelembe vettük, nem csak a külalakot, mondta el az alsós szaktanácsadó. Először megnézték a füzetünket, kijavítottuk a hibákat, és úgy küldtük be. Én külön díjas lettem, kaptam egy könyvet, meg egy oklevelet. A versenyt jövőre is meghirdeti a Pedagógiai Intézet, az újabb megmérettetésig pedig több más pályázaton is összemérhetik tudásukat és felkészültségüket az iskolások.